A Betlen Gábor alapból az összes nonprofit civil szervezet pályázhat támogatásra. Az összevont pályázatokat január 16-a és február 15-e között, az egyszerűsített pályázatokat pedig február 15 és március 15-e között lehet leadni. A témában vendégem a stúdióban Szalai Bobrovnicki Vince, civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Köszöntöm itt Köszönöm szépen. Köszöntöm a nézőket. Kettő dologról lehetett hallani már is a felvezetőben, egyszerűsített pályázatok és nyilván nem egyszerűsített pályázatok. Tegyük rendbe ezt a két dolgot. Köszönöm szépen, és még a, amit szerintem még inkább tegyünk rendbe, és ez valahol az én hibám is, hogy itt egy picit még az utolsó pillanatban kinyújtottuk a határidőket, úgyhogy ez egy jó hír, tehát a február 15 helyett február 21 az árása az összevonnak, és utána az egyszerűs, tehát a február 22-től március 29-ig lesz majd pályázható, tehát egy-egy héttel durván még inkább kitoltuk a pályázati beadási határidőket. Most, következő a, a történetnek a lényege, a Nemzeti Együttműködési Alap az egy 5,9 milliárdos alap, amit a magyar kormány civil alapjának lehet leginkább tekinteni. Zárójelben hozzáteszem, hogy Ma Magyarországon uh, civil szervezetek, kormányzati, egyéb állami, önkormányzati, uniós, uh, de mindenképpen kormányzathoz valamilyen módon köthető forrásból, uh, gondoljunk itt akár a Nemzeti kultúrás Alapra és egyéb más uh, alapra, civil szervezetek megközelítő 285 uh, milliárd bocsánat, forintot tudnak lehívni. Hát mi ehhez képest, amit szétoztunk, uh, egy kisebb alapot képezünk azért lényegesen, de egy nagyon fontosat, amire regionálisan főként eléggé odafigyelnek. Ez, úgy tudnám ezt az alapot leginkább definiálni, hogy a, hogy a, a támogatásoknak a mértéke az, az nem tekinthető, kolosszálisnak, ellenben arra próbálunk figyelni, hogy a kis helyi civil szervezetek azok azok azért rendesen részesének ebbe az alapból, mert nekünk a kis helyi civil közösségnek a támogatása valójában a fő célkitűzésünk. Na most összevont és egyszerűsített, hogy a kérdésre is válaszoljak. Az összevont pályázatnak az a lényege, hogy <coughs> ugye eddig volt egy működés és egy szakmai pályázat, külön-külön kellett benyújtani, tehát a szerencsétlen pályázónak ugye egyszer ki kell tölteni egy, egy, egy működését, egyszer egy, egy szakmét, hogyha mind a kettőben nem volt kötelező, most sem kötelező, csak most egy űrlap van, amiben ott van a működés és ott van a szakma is. Magyarán, és kitölti amelyiket akarja. Magyarán egyszerűsödött a pályázati rendszer, a civil szervezetek nem kell kétszer ugyanazt az űrlapos adminisztrációt végrehajtani, hanem elég egyszer. Tehát ez, de a pályázat az gyakorlatilag ugyanaz maradt, csak leegyszerűsödött az, összevont összevontuk őket, és elég egyet benyújtani. Az egyszerűsített az azt jelenti, még itt hadd jegyezzem meg, hogy minden civil szervezet független attól, hogy összevontra vagy egyszerűsítettre pályázik, nem rendelkezhet több bevétellel, mint 50 millió forinttal, akkor kaphat vissza nem térítendő támogatást. Ha visszatérítendőt kér, ami ritka, mint a fehér holó, ö, mert ugye azt az állam végül is aztán visszakapja, nyilván ezek ilyen, mit tudom én, például a fesztiválokra, stb., amikor előzetes költségek vannak, amiket a szervezet nem tud feltétlenül megfinanszírozni akkor jó, hogyha rendelkezésre az összeg, akkor lehet több bevétele egyébként a szervezetnek, akkor nincs ilyen megkötés, de akkor viszont a pénzt is visszakapjuk. Nos, az egyszerűsített pedig azt jelenti, hogy helyi, regionális szervezet, ha rendelkezik az elmúlt két évben számviteli beszámolóval, tehát egy, egy rendes pénzügyi mérleget tud felmutatni, az elmúlt két évben nem volt több bevétel, mint 5 millió forint akkor 200 forint értékben tud gyakorlatilag a kollégiumi rendszeren kívülről elbírálás nélkül szinte automatikusan támogatáshoz hozzájutni, ameddig a keret szól, ez a keret, ez kb. 1 milliárd forintban van meghatározott. Tehát ebbe azért elég sok minden belefér. Gondoljunk bele abba, hogy egy kis nyírségi településen szeretnének egy hasznos, nem is tudom, a család támogatásokat éppen e, 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 promotáló rendezvényt e, e, tartani, és azt mondjuk egy ekkor esetben akár meg is lehet csinálni, és ha benyújtja a pályázatot, akkor szinte biztos lehet abban, hogy ezt a pályázatot el fogja nyerni. Ezért lényeges ez, bíráló bizottságok minden nélkül, hanem egész egyszerűen honorálva azt, hogy kis helyi szervezet dolgozik, stb. ezt nekünk támogatnunk kell. Tudnak -e előre kalkulálni azzal, hogy hány civil szervezet kaphat így támogatást? Mennyi pályázóra számítanak tulajdonképpen? Nagyon jó a kérdés. Tavaly a, még a, ugye most azért valamennyire újított, újítottuk csak meg a rendszert igazából. Annyira nem újítottuk meg a rendszert, ez a néhány változtatás, amiről most beszéltem, ez, 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 ez nem olyan nagyon nagy léptékű, de fontos egyszerűsítő változtatások. Most tavaly 16 ezer pályázat érkezett be. Az egyszerűsített pályázatok rendszere miatt, ami ugye gyakorlatilag azt ígéri, hogy bár kis összegre, relatív kis összegre, de, de mégis szinte automatikusan kapnak az emberek támogatást, azért ami nagyon nehéz megsatszolni. De mi körülbelül egy -e 20 ezer pályázattal számolunk. A csapatnak, akik ezen dolgoznak Budapesten, a Betlengábor Gábor alapkezelőnél, most, jön létre ez, most jött létre ez a csapat, most fogadták el az irodáikat. Nos, ennek a csapatnak azért elképzelhető, hogy 3-4-5 ezer pályázattal többet kell feldolgoznia, mint amit feldolgozott egészen mostanáig az előző évben, azért ez sok, tehát ez, ez, ez be egy 21 két fős tímot, nem csak földolgozni, hanem előkészíteni döntésre, ugye a, leg, a, legtöbb döntés, most ebben nem akarok külön belemenni, ez kollégiumi rendszerben hozódik meg, csúnyán magyarul fogalmaz, a kollégium rendszerbe hozzák meg, van öt kollégium, egyenként kilenc taggal, abban szinte mi részt sem veszünk, csak olyan értem, hogy a magyar állam is delegáltatja magát oda, a szakminisztériumunk és és nyilván mi magunk is, de a civil szervezeteknek is van három-három delegáció mindegyik kollégiumba. Tehát ez egy nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy egy relatív paritásos uh, rendszer. Nos, <coughs> a pályázóknak egy olyan eddig 30-40 a tudott nyerni. Én azt gondolom, hogy ez bélhetően most így a, az alaplogika alapján az egyszerűsített pályázatok miatt, hogyha arra nagyon jelentős lesz a jelentkezés, akkor ez százalékosan biztos változni fog, hiszen eh, ott van egyfajta automatizmus. Tehát... Az által létett eh, 20 létszám, a civil szervezetek számát, akikre számítanak a pályázat során, ha tekintjük, az, az milyen része a hazánkban működő nyilvántartott civil szervezeteknek? Ö, ugye itt az, az, az a helyzet, hogy itt... Eh, miután semmilyen szakmai megkötés nincs, tehát bármilyen szektorból lehet pályázni. Annyi van, hogy az 50 milliós bevételi plafon van. Ezért egy-egy szervezet akár több pályázatot is benyújthat, ez nincsen megtiltva, ezt megtehetik. Úgyhogy inkább úgy közelítem meg a kérdést, hogy azt mondom, hogy összesen Magyarországon ma közel 62 ezer civil szervezet van, 61 ezer valamennyi, és durván 20 ezer a pályázatoknak a szám, de itt lehetnek duplikációk. És, és hát egyébként azt kell mondjam, hogy a 30-40 százékos győzelmi ráta, hogy így mondjam, azért az nem rossz, tehát az egy, az, egy, az egy erős dolog. Amit elmondunk, és amit én is lenyilatkoztam már korábban, és ez fontos ezt a, ezt a dolgot felhúzni, már csak annak, ezt a falat felhúzni, már csak annak fényében is, hogy, hogy ugye valójában ez az államnak a civil arca, és ezért nekünk e, e, nyilvánvalóan megvannak a magunk prioritásai. Mindenkit szakmai alapon fogjuk a pályázatokat elbírálni, de az nyilvánvaló, hogy arra nem adhatunk támogatást e, olyan álcivil tevékenységekre, amik e, törvénysértésre e, e, hívják fel a figyelmet, vagy e, törvénysértő tevékenységen keresztül próbálnának politikai programot megvalósítani, e, akár e, e, milyen. E, hogy is mondjam, háttérre rendelkezzenek, és arra nem adhatunk pénzt az állam, bocsánat, nyilvánvalóan nem, nem, nem csinált hülyét magából, <coughs> tehát ezeket ki fogjuk szűrni, de aki rendes, szakmailag értékelhető, valós és a társadalom számára hasznos programot valósít meg, azt szeretnénk támogatni, szeretnénk egy kicsit azokkal is jobban foglalkozni akik várólistára kerültek, ez a várólista, ez egy eléggé rossz elnevezés, de sajnos magyarban nincsen jobb szó rá, aki várólistás, az gyakorlatilag megfelelt, annyi van, hogy elfogyott a pénz. És vannak olyanok, akik, akik már nagyon hosszú idő óta várólistásra, én az első országjáró túrámon uh, még hónapokkal ezelőtt uh, rengeteg ilyennel találkoztam, dühösek is voltak, hogy most állandóan várólista, 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 mikor leszünk már egyszer győztesek, Kellene persze, tehát ezt ígértem is, és ezt megpróbáljuk felülvizsgálni ezeket a dolgokat, de az fontos, hogy mindenki figyeljen oda arra, hogy jó pályázatok érkezzenek be, hasznosak legyenek, ne az legyen, hogy az ember gyakorlatilag megismétli az évekkel ezelőtt leadottat csak a dátumot, írját, hanem, hanem, és ne gondolja senki sem azt, hogy van ebbe egyfajta automatizmus, azt fogjuk nézni, mi az, ami valóban hasznos, és azt szeretném támogatni. A beszélgetés végén egy igennel nem mell lehet válaszolni. Jó, jó, Ebbe, ebben az esztendőben számíthatnak-e még a civil szervezetek hasonló jellegű, vagy bármilyen jellegű ilyen kezdeményezésre, támogatásukat tekintve? Ugye a civil szervezetek bármikor, tehát igen, a civil szervezetek bármikor, bárhová pályázhatnak. Nem csak hozzánk, a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, ami ugye most már miniszterelnökség, hanem pályázhatnak a Nemzeti Kulturális Alaphoz, pályázhatnak a tehetséggondozó alaphoz, pályázhatnak a, az államnak, rengeteg ilyen alapja van, ezeknek folyamatosan mennek a kírásai. Mi egy kírást intézünk, és és annak keretében lehet most be kell a pályázatokat, ezeket nagyjából tavaszig elbíráljuk, és akkor utána ezek a pályázatok le fognak futni, megkötjük a szerződéseket, és, és szépen felkészülünk az újabb pályázati időszakra. Szerintem ez egy nagyon jól működő rendszer. Az önök által kiért lehetőség pedig a mai nappal indul. Köszönöm, hogy eljött szépen, hozzánk, köszönöm. és tájékoztatta a kedves nézőket. Köszönöm szépen, köszönöm.